A Kamara Virtuózok színpadán Sárközi Lajos és zenekara.
Gyertek ide középre! Azt gondolom, hogy ez az ováció azért magáért beszél. Én eddig benneteket... Na jó, ez a tietek. Szóval én eddig benneteket mindig cigányzenét hallak játszani. Most hogy Bartókkal? Több mint valószínű, hogy sokszor nem voltál ott, amikor játszottunk klasszikus. Köszönjük szépen! A viccet méretével. Ez sajnos nem volt vicc, igen. Hát nagyon szeretjük a klasszikus zenét mindhárman. Azt gondolom, hogy mind a hárman klasszikus zenét tanultunk hosszú éveken át. És hát azt gondoltuk, hogy szeretnék megmutatni ezt az oldalunkat is, hogy ilyen felállásban is lehet játszani klasszikus zenét, úgy, ahogy a szerző megírta. Ugyebár ha a cimbalmot lát az ember, akkor elsősorban mindenkinek a kávéházi cigányzene jut az eszébe, amit mi nagyon szeretünk és ápolunk, és a harcosai vagyunk annak, hogy ne halljon ki ez a műfaj. De viszont szeretnénk megmutatni azt az oldalt is, hogy akár a világ összes színpadán megállhatja a helyét, úgy, mint klasszikus produkció is. Köszönjük szépen! Gergő! Én úgy foglalnám össze, hogy nagy szerző, nagy művét, nagy művészek játszották el. Volt már napsütés ma a stúdióban, és a várva várt angyalkáimat most lehoztátok. Köszönöm szépen. János? Elképesztő univerzális tudás birtokában vagytok, hiszen ugye a zenész cigány tudásból és a klasszikus képzésből egy olyan elegyét hoztátok létre a művészetetekkel, ami improvizatív, ugyanakkor természetesen legtöbbször kottahű is, mégis meg tudtátok magatokat mutatni, nagyon büszke lehet rátok Magyarország és az egész világ, úgy gondolom, mert megérdemlitek. Erika? Valami félelmetes, elegáns büszkeség, de egyben alázat az, ami jellemezte az egész produkciótokat. És ami irigyésre méltó, az a fantasztikus roma összetartozás ereje. Köszönöm szépen. András? Azt szeretném aláhúzni, hogy ugye a műsor kiírásában úgy volt, hogy népzenei produkciót nem fogadunk el, és ezt azért fontos hangsúlyozni, mert ez nem volt népzene, nem volt cigányzene, hanem valóban klasszikus zene volt, és hogy ennyire képesek vagytok stílust váltani, tehát hogy a saját minden este játszott stílusotokból ennyire ki tudtok lépni, és egy abszolút klasszikus módon, és mégis valahogy egzotikus módon előadni Bartókot, ez különleges volt, és azok a színek, amiket közben kikevertetek, hát az még ennél a csodálatos remek minél is az embernek új tájakat nyitott. Ez azért van, András, mert nem csak kottában játszanak, hanem szívből is. Így van, így van. Köszönjük szépen, gratulálunk a produkcióhoz. Egyként izgultunk, de nem is kellett volna talán. Nem. Mert... Szerintem ez inkább mindannyiunk részéről egy olyan izgalom volt, hogy mit fognak hozni a mai napon, milyen színeket hoznak elő. Én arra voltam nagyon kíváncsi, és ez is egy fajta izgalom. Én kiskoruktól arra neveltem őket, amikor gyakoroltunk is, hogy akkor vagy jó zenész, hogyha át tudod adni az érzéseidet, és ő átérzi, amit te produkálsz. És úgy érzem, hogy ő náluk ez sikerült, hál' Istennek. Ez szép lezárása Gyönyörű. Volt a mai napnak. Igen, Gyönyörű. Én várom, hogy mi van még a tarsolyban, milyen darabok lesznek. Persze, nem, hát én ezt várom. Jól van, hát akkor lassan minden jó, dönteni ha, vége kell. Jó. Döntenünk kell.